Üdvözlöm Önöket! Józó Andrá és ma dr. Rátomás Tomás nyugalmazott mérnök ezredessel fogunk beszélgetni az orosz-ukrán háborúról. Üdvözlöm nálunk sok szeretettel! Köszönöm szépen a meghívást! Régebben egy kicsit másabbak, mondhatjuk, hogy másabbak voltak a harcok, azóta a technika fejlődött jelentősen. Hogyan befolyásolják igazából? Most már ugye újabban drónok vannak, pilóta nélküli rendszerek, hogyan működnek ezek, és miben másabbak? Igen, hát a Haditechnika fejlődése mindig befolyásolja a háborúkat. Ebben a háborúban a haditechnika jelentős szerepet játszik, egyrészt mert maguk az orosz fegyverek, amelyek mind a két oldalon megtalálhatók, azok is megfelelő minőségűek, de közben a fejlődés, a fejlesztési eredmények új eszközöket hoztak. Ahogy említette, a drónok, robotok, melyek alapvetően ugyan a harcnak az eredményét nem befolyásolják, de bizonyos időszakokban jelentős gondokat okozhatnak mind a két félnek. Ugyanis ezekkel az eszközökkel vesszük például a drónokat, ezek kis eszközök megfelelő sebességgel tudnak repülni, egy kitűnő felderítő kamerával real time tehát azonos pillanatban tudják a harc vezetők részére bemutatni a harcteret, annak lényeges, kritikus részét, és rögtön tudnak intézkedni, ellenintézkedni az ellenség lépéseire. Ezek nagyon fontos új tényezők, Ugyanakkor egy áttörést, egy sikerkimélyítést azért a klasszikus eszközök tömkelegével kell elérni, és a harmadik fontos tényező a kiképzett katona. A kiképzett katona az egy kritikus oldala az egész háborúnak, nem csak a jelenleginek mindig is a kiképzett katona nagyon fontos volt. Ugyanis a katonának rendkívül nagy pszichológiai és fizikai megterhelést jelent egy harctér, ahogy nem csak ő lő, hanem más is lő, és a kiképzés, a jó kiképzés az időbe telik. Tehát nem lehet rögtön valakit a harctére küldeni azért, mert hat lövés leadotta a gépkarabéjával. Ehhez hat kapcsolódjak rögtön, ugye eléggé gyakran felülti a fejét a fronton a járvány, most is egyébként a tifusz terjed egyébként a Ukrán fronton, és hát ott ugye bár eléggé elhíresült az a tény, hogy nem igazán képzik ki a katonákat, és úgy küldik a háborúba őket. Igen, az egészségügyi biztosítás az szintén egy nem elhanyagolható rész, békeidőben a hadsereg katonái, tehát a személyállományt az mindig oltották. Tehát amikor én aktív katona voltam, már nem emlékszem, de periódikusan kaptuk a védőoltásokat. Ezt meg lehet oldani most is, ha megfelelő oltóanyag áll rendelkezésre. Ugyanakkor ez nagyon lényeges, hogy magán a harctéren egyfajta hát ö, körülményt biztosítsanak ahhoz, hogy ö, nehogy ö, fertőző anyagok, ételmaradékok, vagy bocsánat, hát emberi ö, maradékok maradjanak a harctéren. Ö, nem akarok most a történelembe menni, de hát Rommel ö, afrikai hadviselését is ez ö, ö, hát vittek udarcba, ugyanis a németek nem törődtek a, higiéniai dolgokkal a sivatagban, míg az angolok igen. És Rommelnek magának is személyesen többször vissza kellett utazni Németországba kezelésre. Úgyhogy ez itt is a, a ukrán-orosz harcérintkezés vonalán, ez biztos, hogy egy fontos kérdés mind a két oldalon. Mi a helyzet egyébként az új generációs fegyverekkel, például a hiperszónikus rakétákkal, hogy igazából hogyan tudják előre mozdítani az erőviszonyokat? Mert hát Ukrajnának ugye ígérgetik folyamatosan az újdonságokat. Igen, igen, hát valójában Zelenszky elnök állandó, folyamatos nyugat-európai és amerikai körutakat tesz, hogy újabb és újabb fegyvereket kapjon. Na most azért el kell mondani, hogy vannak harcászati, hadműveleti célok, és vannak hadászati célok. Na most a hiperszónikus rakéták azok nem a harcérintkezés vonalába alkalmazandók, mert ott ö, nagyon fontos célok ritkán jelennek meg. Ezek nagy mélységben lévő hadászati célok ellen kerülnek bevetésre, és ö, ha jól emlékszem, egy kincsál rakéta lett ö, bevetve ö, nagy mélységben valami ö, stratégiai raktár ellen, az én véleményem az ezzel Oroszország csak üzenni akart a nato és az Egyesült Államoknak, hogy na, ha tovább fogtok itt hát, nagyobb fegyverszállításra, hajlandóak lesztek, és folyamatosan növelitek a dolgokat, akkor nekünk is már készen van működő rakétánk. A hiperszonikus sebesség az azt jelenti, hogy a hangsebesség ötszörösétől hétszereséig, tehát mondjuk 8000 km per órás sebességgel tud repülni, akár 30 km magason meg tudja közelíteni a cél, de akár 30 km fölött is. Tehát ennek a felderítése, elhárítása a jelenlegi balisztikus rakéta rendszerrel egyelőre nem megoldott. Mi a helyzet egyébként az orosz és ukrán fronton lévő harcászati különbségek között? Mert hát ugye akár a páncélozott járművekről, a tankokról, hogyha igen. beszélünk, vagy akár más technológiáról és mint ahogy ön is említett, Zelenszky mindig megy és próbál valami új dolgot keresni, igen. ami hatásos lehet. De az oroszok mégis egyébként valamilyen szinten előrébb járnak, vagy technikában, vagy pedig csak úgy, öh, stratégiában. Hát, öh, igen. Öh, ugye öh, alapvetően ez egy testvérháború, ezt még eddig nem hallottam, ezt csak én használom. Ez, ez, azt jelenti, ugye hát régebben a szovjet időkben közös akadémiákon tanultak, azonos hadműveti harcászati elképzelések, ugyanazon technikát alkalmazták, és amikor megtörtént a Oroszországnak a felállása, akkor Ukrajna természetesen ezekből a fegyverekből kapott de sokkal kevesebb, mint ami az oroszoknak volt, illetve van. És ők is a háború első időszakában a régebbi eszközöket dobták be. Tehát ahogy a T-55-ösök, T-72-esek, mindenki várta, hogy a T-90 vagy az Armata be lesz dobva, nem. Az eszközök különben nem rosszak, itt attól függ, hogy... Maguk a harcban résztvevő parancsnokok képesek-e bizonyos kritikus pillanatban egyfajta ö, gyors csapást végezni megfelelő irányba? Ez úgy nézett ki, hogy mind a két oldalon ö, bizonyos pillanatokban nem sikerült. Tehát ö, most egy 1200 km-es szakaszon folyik a háború, az oroszok egy lassú, felőrlő taktikát választanak, egyrészt a harcérintkezés vonala mögötti területet azt ritkítják tűzérségi tűzzel, illetve most már szárnyas rakétákkal, bombákkal a kritikus infrastruktúrát teszik tönkre az én véleményem szerint 50%-ban a polgári célpontok nagyon jelentős veszteséget szenvedtek el Ukrajnában. Mennyire hatásosak a nyugati fegyverek, amelyeket Ukrajnában felhasználnak most akár a Javelin vagy Stinger? Igen. A Javelin és a Stringer egy, egy nagyon jól bevált két eszköz, ugye az egyik egy váról indítható páncélelhárító, a másik pedig egy földlevegő, tehát a helikopterek ellen indított kis rakéta. Ma már például a harckocsik ellen kis drónokat tesz, tesz tehát ellátnak kis drónokat robbanóanyaggal, és ez a First Personal Vision, tehát az FPV Jelzésű drónokkal megközelítik a harckocsikat, és fölülről, vagy hátul, ahol van a hajtómű, ott ö, robbanást és tüzet ö, okozva, semmisítik meg, vagy teszik harcképtelenné a harckocsikat. A nyugati harckocsik nagyon jó minőségűek, tehát senki nem mondhatja, hogy akár a Leopard, akár a Challenger, akár a Bradley rossz megváltozott a harcászati módszer, ami jelenleg van. Tehát most nincs követve a klasszikus harcászhat műveleti gyakorlat, hogy egy nagyon erős légi előkészítés, nagyon erős tűzérségi előkészítés, és utána megindul mondjuk a gépesített lövészegység és a erők. Nem, itt, itt kis területen óriási manőverezéssel vannak, tehát hogyha a harckocsi vezető, illetve a lövegkezelő nem képes olyan szinten a kiképzettségét emelni, hogy ő minden pillanatban Képes legyen az els, ellenséges célpontot megtalálni és ö, ö, tüzet vezényelni, akkor gond van. Tehát nem az eszközökkel van gond, hanem sajnos a kiképzési szint nem megfelelő. Tehát ö, most mondok valamit: a műegyetemen tanultam, logarlétszem volt, de nem volt még az elején olyan gyakorlatom, hogy gyorsan tudjak logarléccel számolni, ezért nem tudtam többször egy példát kiszámolni. Na most a, a haditechnika szintén, vagy, tehát a behúny szemmel, ez egy ilyen régi mondat, behúnyt szemmel kell tudni a katonának mindent kezelni a legmagasabb szinten, akkor legyőzhető az ellenség. Ha ez nem megy, akkor a világ legjobb eszközét odaadhatjuk, nem tudja azt a hatást elérni, amit különben ezzel az eszközzel egy jól kiképzett katona el tud érni. És mi a helyzet az elektronikus hadviseléssel? Hogyan zajlik egy elektronikus hadviselés, és a kedvencem. mi van, mi van utána? Tehát Mit, mit tesz ilyenkor Igen. egy éles szituációban a katona? Na, tehát mivel a, a, a drónok, robotok és minden elektronikai eszköz valójában programok vannak, akkor van, amelyik gps szel működik, valamelyik pedig hát saját magát tudja irányítani. Ö, és maga a tüzérségi ö, muníció is egy intelligens muníció, tehát ö, könnyen lehet, hogy az ott lévő elektronika is támadható. Óriási módon megnőtt a elektronikai hadviselésben a zavarás. Ö, tehát az, hogyha képesek ö, nagyon korszerű rakéták ö, drónoknak a útvonal zavarására, akkor a drón elveszíti valójában a megfelelő tájékozódó képességét, és nem fog a célban kárt okozni. Ha magával az eszközel nem biztos, hogy történik valami, tehát ez nem olyan, mint egy műhold megsemmisítés, ez egy pillanatnyi elektronikai zavart, ugye, mert van neki egy vételi frekvenciája, és ha azt a vételi frekvenciát, például a GPS jeleknek a vételi frekvenciáját jól tudják zavarni, akkor nincs GPS jel, értékelhető GPS jel. Tehát iszonyú mennyiségű zavaró eszköz van, mind orosz, mind ukrán oldalon. Visszatérve, erre a témára, emiatt bizonyos dolgokat az oroszok például a harcérintkezés vonalától sokkal nagyobb távolságra helyezik ki, például a sikló bombákat, amelyek hát igen nagy hatást tudnak kifejteni, még bőven orosz területen kieresztik, és bizony akár 20 kilométert, vagy 30, vagy 50 kilométert tudnak repülni, és mennek be, és ezeket megzavarni ö, szintén nagyon-nagyon nehéz. Általánosan nagy probléma a drónoknak a lokátorok, ö, amit ö, nyugati technika radaroknak mond, mert a radar a mér, mérési folyamat valójában, de ezek lokátorok, lokátorokkal felderíteni, szóval ö, igen nagy gyakorlat kell. Ugye itt Magyarország fölött is átment valamikor valami pilóta nélküli eszköz, a ö, magyar kezelők szerintem életükben először találkoztak ilyennel, nem is vették észre. De én szerintem fönn volt az Evex, az Evex se vette észre. Szóval ez, ezek nagyon nagy kihívások, és ezeket folyamatosan gyakorolni kell. Különben nem veszi észre a bonyolult légihelyzet miatt, hogy ott a nagy méretű repülőgépek mellett igenis kisméretű drónok is vannak. Tehát ez egy, ez egy, ez egy nagyon nehéz ö, téma. Ez is lehet egyébként egy védelmi rendszer, vagy milyen védelmi rendszerek vannak még az esetleges rakétatámadások el? Most akár össze is hasonlíthatjuk egy kicsit a vaskupolával. Mondani. Igen, na, tehát én múltkor megkérdeztem egy nálam okosabb embert, hogy például a hipersebességes rakéták ellen. Hát erre azt mondta, hogy egy pátriót vagy egy vaskupola kevés, hanem minimum öt kell tehát olyan mennyiség és itt, itt jön a kiképzés. Tehát az, hogy most Ukrajna holnap kap egy vaskupola rendszert, vagy, vagy, egy Patriot rendszert, ez, ez, ez még semmi. Hát ezt ez kell tudni kezelni, méghozzá szofisztikált módon, mesteri módon. Ha ez nem megy, akkor van valami, van valami eredmény, de nem az az igazi eredmény. Tehát ez, ezek nagyon bonyolult technikai eszközök, tehát ez már nem a parítja hanem, hanem szóval, de ahhoz is kell még tapasztalat, hogy hogy lövöm ki a, hogy éreztem el a követ. Mi lehet a megoldás egyébként, ha már, ha már itt a háborúval kapcsolatban. A háborúval kapcsolatban igen, mert hát fogynak az emberek. De Sajnos. hát felmerül a kérdés, hogy ugye az emberek fognak e előbb, Nézze. vagy a felszerelés. Hát az ember, minden háborúban az ember a döntő. Egy jól kiképzett katona, egy jól kiképzett zászló nagyon komoly problémákat okozhat, ahogy ezt általában a háborúban néha váratlanul tapasztalta bármelyik oldal. Hát a megoldás, nézem, most volt egy Svájcban egy, egy békekonferencia, állítólag lesz még egy. Nekem az a véleményem, hogy egy nagyon jól definiált fegyverszünet lesz az, ami megoldja, hiszen az orosz követelések és a, az ukrán elképzelés az olyan távol áll egymástól, hogy itt szerződés aláírása, tehát békeszerződés aláírását én nem tudom elképzelni, de a diplomaták nagyon ügyesen tudnak fogalmazni úgy, hogy ö, maga a fegyveres konfliktus befejeződik. Én így tudom elképzelni. Majd ö, az amerikai elnök választás után, hiszen azért ö, ö, legyünk tisztában a dolgokkal, ez valójában az Egyesült Államok és Oroszország között lévő alapvető politikai ellentétnek a gyümölcse. Sosszor... Tehát, tehát ez, ez, ez jó ö, ukrán, ö, ukrán oldal ellen indult, de hát valójában ugye Ukrajna mögött egy NATO-tagság jelentkezett, és ez, itt pedig a NATO azért amerikai irányítás alatt van, természetesen egy politikai konszenzus mögött. Tehát én így gondolom, de én nem vagyok diplomata, bár részt vettem a Közgazdaságtudomány Egyetem egy diplomata képzőn, de maradtam inkább haditechnikai szakértő. De egyébként sokszor mondják is, hogy hát, hogyha összecsapna Oroszország és a NATO, akkor a NATO egészen biztosan győzedelmeskedne, mert hát haderőben meg mindenben jobban áll, mint Oroszország. Na ez hogy van valójában? Mert azért hát lehet mondani ezt, de hát mi a valóság? Ez egy nagyon jó kérdés. Vegyük klasszikus háborút. Jó. Hát klasszikus háború, ami a térben és időben zajlik. Oroszország azért egy nagyon nagy terület. És szóval ne felejtsük el, hogy hihetetlen veszteségeket szenvedtek ők Napóleon alatt, Hitler alatt is. De képesek voltak felállni. Na, most itt, itt természetesen ilyenkor azt szokták mondani, hogy olyan jelentős amerikai haditechnikai segítséget kaptak, hogy nem csoda, hogy, hogy ezt megfordították. Hát azért a, a moszkvai csata ott még nagyon nem volt amerikai segítség, de a vezérkarban mindig vannak, nagyon okos, elemző, értelmes tábornokok. Hát Kutuzov is ez volt, soha nem volt a cárnak a kedvence, de azért megmondta, hogy Napóleon most bejött a határon, várjunk azért egy hónapot, mert ez a hadsereg már egy hónap múlva nem olyan erős lesz, mint amelyik belépett a határon. Szóval azért ez nem egy olyan egyszerű dolog, Jön be az időjárás, jön be a, a terep, hihetetlen zord a, a, az orosz terep, itt, itt, itt nagyon nagy problémák lehetnek, ami pedig a haditechnikát és a harcszázhat dolgokat jelenti. hát Szóval azért az orosz katona az nem egy nagy igényű katona, tehát neki nem kell hat óránként a Coca-Cola és a pizza. Lehet, hogy három napig nem eszik, de hogy lőni fog, az valószínű. Nem tudom. Na most atomos körülmények között, hát Oroszországnak, tehát az Egyesült Államok és Oroszország most az, hogy 2650 vagy nem tudom, én 2420 atomot töltesz, ezt hagyjuk, senki nem fog már élni. Szóval nem, ez, ez egyik. Tehát, a helzinki megállapodás azért született, mert rájöttek mind a két oldalon, hogy nem tudjuk egymást legyőzni, úgy, hogy tovább éljünk. És rájöttek, hogy a legjobb, hát békésen megállapodni, egymás mellett élni. Sajnos ez az emberiségnek különben az egyik legnagyobb eredménye volt a helzinki szerződés, és nagyon nagy probléma, és tanulmányozni kellene, hogy hogy jutottunk ide. Mert ez szomorú. Nem, nem akarom így azt mondani, hogy egyik vagy másik fél nyerni, egyik se nyerne semmit. Beledöglenénk. Nagyon szépen köszönjük dr. Ráth hogy válaszolt a kérdéseinkre. Köszönöm a meghívást, érdekes volt számomra ez a beszélgetés. Köszönjük szépen, és Önöknek is köszönjük, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk meg közelebb is. Viszontlátásra!